Návai Anikót kapcsoljuk Las Vegasból. Jó reggelt kívánunk, szia Anikó! Jó reggelt, szia! Szia drágám, sziasztok, hello, sziasztok, hello. Sziasztok. A mai Hello Hollywoodban többek között Scarlett Johanssonnal is készítettél interjút. Na mesélj róla például, mert lehet arról tudni, hogy most neki magánéleti válsága is van, mind a mellett, hogy ugye filmje is kijön. Hát, ha van neki, akkor nagyon ügyesen titkolja, mert nagyon-nagyon jól kezeli. Ugyanis, mint az adásból is kiderül majd ma este, bejárta az egész világot az elmúlt két hétben, volt Szöulban, Tokióban, Kínában, Ausztráliában, Párizsban, így egymás után, és New Yorkban volt tegnap este, azt hiszem tegnap este volt a premierje az új filmjének, a Páncélvadász szellemnek. Hihetetlen egyébként, mi az ő varázslatosságának a titka szerinted, mert nekem is egészen sokan mondták férfi ismerőseim, hogy hát gyakorlatilag elképesztően ígéretes, igéző nő. Hát, hogy férfi szemmel milyen, azt nem tudom megítélni, de hogy női szemmel végtelenül okos és nagyon-nagyon kemény és határozott csaj. De... Tehát egy olyan csaj, aki pontosan tudja, hogy mit akar, azt végig is csinálja, és hát lényegében ő rajta nyugszik az egész család, mert mindenkit, az öccseit, az ikertestvérét, a bátyját, az anyukáját, mindenkit eltart sok-sok éve, és gyakorlatilag iskoláztatja őket, ruházza őket. Tehát ő kicsi kislány kora óta önálló, klassz, nagyon klassz, nagyon-nagyon klassz. Olyan érdekes így bepillantani, nem, hogy mi van egy-egy sztori mögött, vagy mi van egy-egy olyan általunk csillogásnak tűnő, vagy akár, hogyha egy magyarországi viszonyban is nézzük, csillogásnak tűnő élet mögött. Ez nagyon érdekes, ez valóban így van. De hát mondjuk ismerem őt 15 éves kora óta. Tehát jó, nagyon érdekes végigkövetni őt, és látni azt, hogy én szerintem ő jól van. És alig vártam már, hogy megölelje a kislányát, aki 2 éves, és jól van. Jó. Mik lesznek még az e-heti műsorodban? Jaj, hát az e-heti műsorodban lesz egy tüneményes interjú. A Chris Evans és egy kicsi lány, egy pici lány, egy 11 éves kislány, aki... teljesen úgy viselkedik, mint hogyha 20 éves lenne, vagy még idősebb, vegetáriánus, nem szereti az állatkerteket, mert ott kecsetben tartják az állatokat, és kioktatja Chris Evans-t, hogy miért nem tud főzni. Aztán mi lesz még? Ja Istenem, most nagyon meg vagyok sajnos kavarva. Az a hupikék törpikék is. Igen, a hupikék törpikék. De azért vagyok nagyon megkavarva, mert 4 napig Las Vegasban kb. 50 interjút csináltunk. Elképesztően. De ez nem vicc. Szóval Salma Hayektől, Jessica Chastainig, Naomi Wattstól, Charlize Theron, Ryan Gosling, nem is tudom, Colin Farrell, Nem tudom felsorolni. Annyit. Hát Anikó, szomorú életed van, meg kell jegyezzem. Hát, mondhatok valamit? Tényleg ilyenekkel interjút csinálni. Amikor 8,5 órát állsz a vörös szőnyegen, és a lábad leszakad, és közben fújják rád teljes gőzzel a légkondicionálót, akkor azért azt hiszem, hogy nem nagyon kell engem irigyelni. Hát ezt elhiszem. Nekem ezt a bizonyos telefonszámot megszerezted már? Ne, azt majd kettesben, Zsuzsikám, jövő héten, mi lekávézzuk. Egyébként tőled lehet telefonszámokat szerezni, mert akkor én is készülök majd ezek közben. Hát, te nős ember vagy. Speciális. Ja, jó, speciális, az más. Speciálba én megkapom. Nem, ez így nem működik. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Anikó. Én köszönöm, drágáim. Mihez magadra. Nagyon köszönöm. Szia.